A dal versenyzője retteg attól, hogy valaminek a rabjává válhat, mert tudja, hajlamos lehet rá, hiszen hosszú évekig cigarettázott. Ám most arra még kávét sem iszik, mindent kiiktatott az életéből, amely korlátozhatja. Bevallása szerint a felesége is azzal fogta meg, hogy engedi, hogy szabad legyen. A kábítószer nagyon csábító, és akik használják, azoknak közben nagyon jó érzést nyújthat. Azt érzik, hogy jár nekik mindez, ezért válnak a rabjává. Ám nekem ez nem tud újat mutatni, átestem ezen már tiniként, kipróbáltam drogokat, vallotta be Joci, aki elsősorban partikon használt kábítószerekkel próbálkozott, sosem használt erősebb szereket. Volt egy ilyen korszakom, ha lehet ezt annak nevezni, mert nem tartott sokáig. A társaság vitt bele, de hamar abba hagytam. A cigit már nehezebben, fiatalkoromtól dohányoztam, amíg 21 esztendős lettem, vallotta be az énekes, aki szerint meg kellett élnie ezt az időszakot ahhoz, hogy tudja, már nem akarja, hogy bármilyen függőség orrá legyen rajta. Nemrégiben azt vettem észre, hogy egyre jobban kívánom a kávét, már tényező volt a napjaimban, mikor ihatom a következőt. Ez annyira megijesztett, hogy inkább abba hagytam, én nem leszek semminek sem a rabja. Jelentette ki az énekes, akinek olyan nagy a szabadság vágya, hogy amint korlátozva érzi magát, azonnal ki akar törni. Ez nem csak bizonyos dolgokkal, de emberekkel is így van. A feleségem éppen ezt értette meg, hogy engem nem szabad korlátozni. Ő nagyon ért engem, és tudja, mikor van szükségem arra, hogy hagyjon. Sosem akarna magához kötni, ezért is vagyok mellette, vallotta be az énekes, aki azt is elárulta, hogy az elmúlt 2 év alatt a tévéműsorok szerkesztői is megtanulták, hogy elérkezik nála az a pont, amikor Pápai Jocinak már nem szabad megmondani, mit hogyan csináljon. Édesapjáról szól a dal 1. Az édesapjáról szóló dallal versenyez az Eurovíziós indulásért Pápai Joci. Az Én apám című szerzemény nagyon fontos üzenetet hordoz számára, hiszen arról szól, mennyire sokat köszönhet az édesapjának, Józsefnek. Tőle tanultam meg, milyennek kell lennie egy jó apának, és remélem, a fiam egyszer ugyanazt mondja majd rólam, mint én az apámról.